Május 22-ig tudják felajánlani az adózók az 1%-ukat, ők több ezer egyesület közül válogathatnak. A megyében működő PCAS állatmentő egyesület is várja az 1%-okat. Köszöntöm a stúdióban Vidra Bettinát, az egyesület alapító elnökét. Köszönöm. 2000-ben alakult az egyesület, amennyire én tudom. Milyen céllal jött létre ez az egyesület? Mi a feladat? Igen, 2000 év novemberében kerültünk bejegyzésre. Gyakorlatilag eredetileg utcakutyák mentésére alapítottam a szervezetet, olyan célra, hogy ne kerüljenek be se a gyepmesteri intézmény rendszerébe, se pedig az állatmenhelyek rendszerébe, tehát tehermentesítve ezáltal az állatmenhelyeket is Szabolcs megyében. 2010-ben történt az a fordulat, tehát 10 évig áthidaltuk ezt a problémát. 2010-ben történt meg az, hogy először betettem a lábam gyepmesteri telepekre a tagokkal, és akkor jöttünk rá arra, hogy ez mekkora hiányterület Magyarországon, hogy milyen kevés szervezet foglalkozik valójában ezzel az intézményrendszerrel, milyen kevés szervezet segít ezeken a telepeken, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor mi a nyakunkba vesszük ezt a problémát, és megpróbáljuk gyakorlatilag a lehetetlent. És mi a sorsa azoknak az állatoknak, akik a gyepmesteri telepre kerülnek, és miért fontos, hogy ne kerüljenek oda be? 8 éve tevékenykedünk ezen a területen. Most szeretném egy picit a tisztánlátás kedvéért szekcionálni a gyepmesteri telepeket, ugyanis eredendően a gyepmesteri telepek, sintértelepek, ebrendészeti telepek, tehát minimális fogalmi különbség van, csak illetve működésbeli, eredendően azért jöttek létre, hogy a lakosság által utcára rakott, illetve feleslegessé vált házi állat állományt megsemmisítsék. Illetve, ahol tetemlerakó is van, illetve állati tetemlerakó, természetesen együtsék az elütött balesetes állatokat, illetve az elhullott haszonállatokat kezelik. Na most az élő állatkezelés és az elhullott állatkezelés nyilván elkülönül ezeken a telephelyeken, és minket az élő állatok érdekelnek nyilvánvalóan, és az ő mentésük. A magyar jogszabályok szerint 14 nap kötelező tartást ír elő ezeken a gyepmesteri telepeken, tehát ez azt jelenti egészen pontosan, hogy a kóbor állatok, illetve a gazdájuk által leadott állatok, akikről a gazdájuk lemond, azok azonnal megsemmisíthetők, eladhatók, a kóbor állatok, akiknek ismeretlen az előélete, azokat pedig 14 nap után eladhatják ezeken a telepeken. És gyakorlatilag ez a 14 nap, ez biztos a kedves nézők is érzékelik, egy nyaralásnál rövid, és mi területünkön is igen rövid ez a 14 nap. Gyakorlatilag 104 hivatalosan bejegyzett gyepmesteri telep van ma jelenleg Magyarországon. 8 éve dolgozunk azon, hogy az állatbarátokat, a lakosságot felvilágosítsuk és tájékoztassuk arról, hogy mik ezek a telepek, illetve azzal folyamatosan tárgyalunk önkormányzatokkal, és megpróbáljunk nekik segítséget nyújtani, egy B-verziót, egy másik perspektívát nyitni, ami sokkal humánusabb és már előremutatóbb, fenntarthatóbb, gyakorlatilag a prevencióra irányítjuk rá a figyelmet, ugyanis ez a gyepmesteri rendszer azért nagyon sok pénzt elnyel. Nyilván a gyepmesteri telepek sem tudnak ingyen dolgozni, a gyepmesterek, a magánvállalkozók is súlyos pénzekért dolgoznak, amit a mi adónkból kell, hogy kifizessenek az önkormányzatok. Tehát nekünk, mint állatbarátoknak nem mindegy, hogy ezek a pénzek mire mennek el. És 8 év után azért elmondhatom, hogy Magyarországon megvan az a pénz, ami szükséges lenne ahhoz, hogy megállítsuk a szaporulatokat, a felesleges szaporulatokat. Megvan a megfelelő törvényi háttér ahhoz, hogy az állattartókat felhívják, figyelmeztessék, illetve a szükség esetén szankcionálják a nem megfelelő tartási körülmények miatt a gondatlan tartással. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy aki nem tud, az ne tartson állatokat. Mert ezzel csak az állatvédelmet terheli meg az állatbarátokat. Az eltelt idő alatt milyen számokat tud felmutatni az egyesület? Hány állatot sikerült egyrészt megmenteni, másrészt vajon meg lehet-e becsülni, hogy mi a haszna a tevékenységüknek? Igen, szerencsére minden dokumentálunk képi videóanyaggal, illetve egyéb írásos dokumentációval. 2010-től datálom én a tevékenységünk valódi hasznosságát, amióta a gyepmesteri telepekről mentést intézünk. Jelen pillanatban 10 gyepmesteri telepről és önkormányzati befogó helyről mentünk, illetve próbálunk segítséget nyújtani.
ez több mint 5 megyére terjed ki, tehát a mi tevékenységünk nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Gyakorlatilag 2010-től 2018 éveleig bezárólag több mint 4000 állatot mentettünk meg ilyen helyekről, illetve hozzáteszem utcai mentéseket is szoktunk, tehát kóborállatokat, és kiemelten a balesetes állatokat is mentjük, illetve rehabilitáljuk. És nagyon sok mentést indítunk az országban. Ez annyit jelent, hogy bátran fordulhatnak hozzánk civil állatbarátok, akik szeretnének bárhol az országban a saját területükön segíteni, kóborállatokon, vagy olyan helyeken, ahol gyepmesteri telep van, esetleg nincsen mentés, és nekünk van egy teljes know-how, egy kész anyag, amit mi nagyon szívesen a rendelkezésére bocsájtunk minden civilnek, és bármilyen kérdéssel, de nem csak gyepmesteri telepekkel kapcsolatban, állattartási kérdésekkel is nagyon szívesen állunk mindenkinek rendelkezésére. A közösségi oldalunkon vagyunk leginkább elérhetőek, az a legaktívabb felületünk, mivel hogy nagyon kevesen vagyunk, és rengeteg munkánk van. Kicsit megelőzte a kérdésemet, hány tagot számlál az Egyesület, és mennyi önkéntessel tudnak dolgozni? Hát sajnos csúnyán fogok egy picit fogalmazni, a mi iparágunk az nem egy népszerű, mivel mi nem állatmenhelyet üzemeltetünk, és hozzánk ugye, akik jönnek önkéntesként, nagyon hamar feladják. Miből áll tulajdonképpen a munka, amit csinálni kell mondjuk egy önkéntesnek itt a PCS? Mi folyamatosan mentünk, mi magunk rehabilitáljuk, mentjük az állatokat, mi foglalkozunk velük, mi hagyjuk őket kórházba, sokszor mi magunknál is tartjuk őket, mivel állatmenhelyet ugye nem üzemeltetünk, és gyakorlatilag a mi önkénteseink választhattak, hogy melyik területen szeretnének tevékenykedni. Sajnos azt kell mondjam, hogy jelen pillanatban 2+2, tehát 4-en vagyunk aktívak a 10 tagból. Igazából nagyon sok tagunk már kilépett a szervezetből lelki okokból, túlterhelés. Tehát egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy hozzánk nem olyan egyszerű csatlakozni, át kell menni egy olyan szűrőrendszeren, ami igazán olyan pszichés megterhelésnek van kitéve az ember a mi munkánk által, amit nagyon kevesen tudnak elviselni. Magát a látványt, magát a munkát, a feladatot, ahol mi dolgozunk, ahol tevékenykedünk, nagyon nagy a hajtás, és 0-tól 24-ig megyünk folyamatosan, tehát gyakorlatilag megállás nélkül mi éjszaka is dolgozunk, hajnalban is. Online munkáink vannak rengeteg, nyilván adatokat kell feltöltenünk, adatokat kell kezelnünk, erre sincsen külön asszisztens, nincs külön titkárnő, mindent mi csinálunk, általában ketten Ágival, az alelnökkel, és még van két segítőnk, aki pedig az állatok ellátásában segít, de alapvetően, hát én kimerem mondani bátran, hogy 5 ember helyett dolgozunk. Hát azt gondolom, hogy ha fizikálisan nem is, de az 1%-kal nagyon sokan tudnak segíteni. Köszönöm szépen, hogy befelelt a stúdióba, és kitartást kívánok ezen a helyzet, és szép munkához.